Abácsfödvári közönség is megtekinthette a Művésznő lepedője című darabot, amelyet Rókus Zoltán és Verebes Judit vittek színpadra. Évekkel ezelőtt történt olyan, hogy Bácsfödváron színelőadást szerveztünk volna, volt is Földváron a kultúrkör keretein belül egy színész társaság, társulat, voltak éveken keresztül már visszamenőleg 70 éve, az elmúlt években ez így nem jött össze, és akkor rájöttünk, hogy ez már hiányzik az itt lakóknak, és ezért szerveztük. Mi kis vajdasági turnénk az lényegében most indult az őszi időszakban, tehát jártunk már Moholon, ugye Becsén volt a bemutatója még tavasszal, akkor utána pihentettük egy darabig, és akkor most voltunk vele ugye itt Földváron, Moholon voltunk, mint ahogy már említettem is, fogunk menni még Feketicsre, Törökfalura, Péter révén fogjuk még játszani, és ugye Kutaspusztán is játszottuk már a darabot. Ez az idei évnek úgymond a lezárója, ez a néhány előadás, és hát úgy tervezzük, hogy a jövő évtől, főként ugye a tavaszi időszaktól ismételten turnéra visszük. A darabot, amelyet Karinti Frigyes humoreszkjei ihlették, Rókus Zoltán rendezte. Ezt egy nagyon rövidke kis humoreszk ihlette, és lényegében maga a tárgyalás az arról szól, hogy egy asszony el akar válni, ugye a 1920-as éveket éljük, és csak úgy nem tud megszabadulni a nyűgétől, hiszen a férje lényegében mindent megad neki és mindent teljesít, csak valami hiányzik az ő életéből, és ezt a problematikát járja körül maga a darab. A Louisa nevezetű főszereplőnő egy ügyvéddel, akivel ugye útközben egymásba szerelmesednek és megpróbálják megoldani a nő problémáját, hogy elválhasson. A Művésznő lepedője című előadást december 9-én a Péter Révei közönség is megtekintheti a dr. Kis Imre művelődési körszínpadán.